Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen, a három kérdőjeles jóslás. Az első kérdés, hogy mi az ő terve? A második kérdés, hogy érzi magát? A harmadik kérdés, hogy mit fog tenni? Ez egy általános kivetés, de én biztos vagyok abban, hogy választ kapsz a kérdésedre, hiszen nincsenek véletlenek. Hozzám jöttél, megnézed ezt a jóslást, és itt is van egy üzenet számodra. Viszont, ha a mélybe szeretnél tekinteni, és meg szeretnéd nézetni azt, hogy mit gondol, mit érez, hogy érzi magát, ez a jóslás megrendelhető, és akkor az személyes. Passzol a te helyzetedre. A díjam 4000 forint. És most rátérek a kérdésekre. Az első kérdés úgy hangzott, hogy mi a terve? Itt látható ez a magabiztos tartás. Nagyon büszke, mint egy király, sőt, ott trónol, elfoglalja a helyét az életben, de nem tesz most lépéseket, hanem elvárja azt, hogy te is úgy tekints rá, mint egy királyra. Várja ezt az elismerést, amit még mutat itt, a kép az a tűz eleme. Majd ki fogja mutatni a bátorságát, a lelkesedését, és megvan egy kívánság, hiszen szeretne veled egy testi kapcsolatot. A második kérdés úgy hangzott, hogy hogyan érzi magát. Itt újra megjelenik, mint egy király. Tehát számára nagyon fontos most ez a magabiztos, büszke tartás. Kimutatja ezt, így érzi magát, ez a gondolata, de itt más témáról van szó, mégpedig a kelyhekről. És a kelyhek szimbolizálják a víz elemét. És a víz eleménél mindig érzelmekről van szó. Mély érzelmekkel, lelkesedéssel fog közeledni hozzád, de jelenleg még várakozó, hiszen vannak elvárásai. És a következő kérdés úgy hangzott, hogy mit fog tenni? Itt látható, hogy mozgás lesz, közeledik hozzád, átnyújtja számodra ezt az arany kelyhet, és ugyanúgy, mint itt, ahogy ő érzi magát, itt mély érzelmekről van szó. Nem csak elvárásai vannak, hanem ő ki fogja mutatni majd az érzelmeit. A kérdés csupán az, kiteszi most az első lépést. És a következő kártya azt jelenti, hogy mi fűz össze benneteket. Itt a csillagok szerencsét hoznak. Ez a kapcsolat szerencsét hoz nektek. Te is boldog leszel vele, ő is boldog veled. Azon kívül itt sincsenek véletlenek, hiszen minden úgy fog alakulni, ahogy a csillagképekben ez meg van írva. Amit ez a kártya még jelenthet, egy közös tevékenység, egy spirituális terület. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderrel.